abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németország vagy Londonba. Nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon. Így lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni. Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak. Szóval akkor, ha kedd és másodiked, akkor Árnyék, és itt van velünk a jéghideg, vulkánokkal teli, borzalmas Reykjavik környékéről. Tóth Júlia, Éva, sziasztok, Tóth Júlcsi vagyok Reykjavikból. Aztán itt van velünk a háborús Izraelből. Sziasztok, Petikági vagyok Jeruzsálemből. Itt van velünk a mi grófurunk az ő kastélyából, és ebben a pillanatban el is tűnt. Akkor itt vagyok veletek. Úgy, én Kosmosból, Pajé Kristóf. És akkor, hogyha visszatér az Andis, akkor őt is bemutatjuk. Gróf úr, hova tűnt az imént? Legyen kedves bemutatkozni. Öntök is bejövő hívás, de itt vagyok Vádéguálból, és jelentem, hogy fönn voltunk ma a hegyen, és havazott. Ó, akkor azt tudjátok ugye, hogy ez hátralévő életetek leghidegebb tele, bárhol is vagytok. Tehát ennél csak melegebb lesz. Ja, én nagyon remélem, mert én más eleget fáztam idén. Azt mondod te a Jeruzsálemben, ahol mindig 20 fokok vannak. Mi? Na jó, hagyjuk ezt a hülyeséget. Kérdezd meg a Júcsit, hogy ő hogy érzi magát. Ott még a fény, meg nap sincsen. Hány órára van nap nálatok, Júcsi? Dehogy nem, hát most már világos van, és tegnap kellemes mínusz 10 fokban egy hatalmasat sétáltunk fel a hegyen a barátnőmmel, úgyhogy nagyon jó volt. Hát tegnap annyi volt, és nagyon szép, gyönyörű napsütés, hó, úgyhogy csodálatos idő van itt. Imádom. No, hát. De most már sokáig süt a nap. Most már ilyen 6 óráig, este 6-ig már van világosság. Azt tapasztal, hát az egész jó. Most már átléptünk a másik zónába, úgyhogy most már világosodik folyamatosan. Itt Magyarországon, mert én a László Pali vagyok, és itt vagyok Újlipótvárosban, sziasztok, és itt Magyarországon meg már annyira tavasz van, hogy jövő héten már 20 fokok lesznek, ám ez a mai jó idő sem volt elég arra, hogy elég ember menjen ki a Kossuth térre tüntetni, dobta föl nekünk a mi mesterünk és kitalálunk, Kristóf, szóval, hogy... Én azt dobtam föl, tévedés, tehát hogy beleszóljak a felvezetésbe. De még akartam konfolni, de miért jó. Csak? Hogy neked nem elég semmi. A pártok hívására miért csak ennyien, ellentétben az egy héttel ezelőtti, amikor civilek, hívhatjuk akárkiknek, úgy mondom, hogy nem párthoz köthető emberek hívták össze az embereket, akkor az elmúlt 20, valaki szerint az elmúlt 30 év legnagyobb politikai jellegű. Hát mi lesz szerintem szerint nem akarok a béke. Meget mozgatott, nem? Hát már azt megnézték térképen, nem? Szerintem se. Tehát az, biztos, az, hogy nem. A sokkal jobb helyen volt fotózás technikailag, mint ez. Az biztos, hogy a békemenetek azért több embert mozgattak, meg az elején az első két békemenet. Ebben se vagyok teljesen biztos. De azért mondom, hogy ha valami ellenvaló kiállás jegyében ennyi ember, mint a múlt héten nem jött össze, csak ennek fényébe az, hogy ha belegondolunk, hogyha csak a megválasztott politikusok mentek volna ki, ellenzéki politikusok a családtagjaikkal a Kossuth térre, többen lettek volna, mint ahányan kimentek, és ezt Ruf Bálint jól mondta, hogy azokat legalább fizetik. Tehát, hogy ha fizetett, megválasztott politikusok elmentek volna a saját tüntetésükre, akkor többen lettek volna, mint ahányan most kint voltak, hogy ennek a iszonyatos kontrasztnak a fényébe. Na jó, de én nem is értem, hogy mi az lesz. Az a kérdés, hogy mi volt a hívószó, tehát, hogy azért... Én egyébként értem ezt. Tehát, hogy nekem erre van egy egyértelmű válaszom, és méghozzá ez a generációmból fakadóan van egy válaszom erre, hiszen én magam is napi szinten követem ezeket a tartalomgyártókat, és azt gondolom, hogy olyan erőteljesen formálják ők már a közbeszédet napi szinten, hogy sokkal erőteljesebben formálják, mint, hogy mondjam, általános hétköznapi kommunikáció szempontjából is, tehát a közélet tartalmait jobban megkapjuk tőlük, és politikai kommunikációban is szerintem sokkal erősebbek, mint gyakorlatilag bármi. Lázár János itt úgy fogalmazta, hogy annyit is érnek. Nekünk... Hát nekünk például napi program a Csabival, hogy a jól van ez így, ez fiúkat, mi minden áldott nap, mi onnan tájékozódunk a magyar hírekről, politikáról első körben,
ez általában egy napi program, hogy őket meghallgatjuk, és ugyanígy vagyunk a többi tartalomgyártóval, és én egyáltalán nem csodálkoztam azon, hogy ekkora tömeg volt, mert elképesztő számokat produkálnak, és pontosan azért, mert én azt gondolom, hogy nagyon relevánsan fogalmazzák meg a valóságot egy olyan eltartással, ami szerintem nagyon hiányzik a közbeszédből, meg a politikából, meg mindenhonnan. Tehát, hogy egy olyan objektív rálátással fogalmazzák meg a valóságot, azt, ami történik, ami nagyon hiánypótló, és erre a fiataloknak, meg az én korosztályomnak iszonyatosan nagy szüksége van, és én megmondom őszintén, hogy ha hiszitek vagy sem, nekem most először irgalmatlanul honvágyam volt, és pontosan a tüntetés miatt volt honvágyam, mert szívem szerint egyrészt ott lettem volna, másrészt meg tuti, hogy beszálltam volna, mint támogató ebbe az egész rendezvénybe, vagy melléjük álltam volna, és egészen konkrétan nyomattam volna ugyanazt, amit ők, mert teljesen jól volt felépítve kommunikációs szempontból is. Na jó, de akkor figyeljetek. Én azt gondolom, hogy emocionális szempontból nekem is, nekem eszembe jutott egy szerintem fontos kérdés, hogy ha ezt állítjuk, hogy a tartalomgyártók vagy influencerek hívjuk, hogy akarjuk, ennyire befolyásolják a magyar közbeszédet, tulajdonképpen a mi véleményünket is, akkor én az ő felelősségükről egy kicsit elkezdenék lamentálni, ha lehet. Tehát, hogy... Igen, és erről kommunikáltunk is, tehát egyébként többen is megírták, meg én is megírtam egyébként ezeknek a srácoknak, meg nagyon sok ilyen visszajelzést láttam, hogy mindenkinek egyrészt a büszkeségen, meg a reményen, amit hozott ez az egész, hogy nagy gyerekek végre elindult valami, és hogyha ezt így lehet, akkor más kérdésekben is ki tudunk menni. Viszont pont az, hogy van egy általános igény arra, hogy ez ne egy politikai zászló alatt legyen, és bocs, Kristóf, itt válaszolok a kérdésedre, hogy pontosan ezért voltak ma rohadt kevesen, mert én megnéztem az élőképeket a mai tüntetésről, és Isten bocsássa meg minden, tényleg, mert nem vagyok ilyen dzsúista, meg adultizmusban nem szenvedek, de kizárólag nyugdíjasok voltak kint. És azért ez rengeteg mindent elárul, hogy most az a 150 ezer ember az fiatalokból állt, meg mit tudom én, ilyen 50 éves korig bezárólag, meg még néhány idősebb ember, de azért az 50 éveseket fiatalok voltak ott. Igen, még beleférünk, Andis, figyeltem. Hát nézd, hát azért nem. Nem akarok most csúnyát mondani, semmit. 70 évesek voltak kint gyerekek, tehát most nem akarok itt izé bántani az idősiket, nagyon szeretjük őket, de hát csak öregek voltak most szinte Kristóf. Kint. Én ezt láttam. Meg a karácsony gyerekből. Még egy, igen, Krisztus. Most várja, vissza, csak hogy vissza erre a mostani influencerek, hogy őket hallgatják. Tehát amikor én gyerek voltam, ugye Magyarországon mindenki Szabad Európát hallgatott, és még én is, 10x évesen. Most is azt hallgatunk mi fiatalok. Ja, hát az a mostani. Az a baj, hogy olyan rosszul van megcsinálva a struktúrája, hogy az egy külön, az egy bonyodalom az, hogy meghallgass. Mert nem, szeretjük követni. Mert podcastre nem teszik föl, hanem csak a saját platformon használható, hallgatható, tehát Spotify-on nem tudod hallgatni, kocsin az ő platformukat nem tudom beállítani, innentől kezdve bukta. Na mindegy, tehát amikor mi fiatalok voltunk, nem vártuk el, hogy a Szabad Európa Rádió bemondója politikai képviselőnk legyen, hanem az akkori ellenzéki politikusok kihasználták a Szabad Európa Rádió akkor adta lehetőségeit, nyilatkoztak, beszéltek, témákat vittek, és ezek a témák bekerültek a Szabad Európán keresztül a közbeszédbe úgy, hogy tudtuk azt, hogy azt tegyük fel, Dajcs Tomika mondta, vagy Orbán Viktor mondta, vagy Tölgyesi Péter mondta, és erről utána mi beszélgettünk, de ezt most nem látjuk, tehát most nem látjuk azt, hogy egy értelmes ellenzéki politikus bevigyen egy témát a Partizánba, mert most ha megnézed a Partizánnál, a tüntetést hányan nézték meg, a Magyar Péter Magyar Péter beszélgetést hányan nézték meg, és megnézed azt, hogy rá két napra bement a három ellenzéki vezető párt vezető politikusa, és töredéke volt az érdeklődés, hát, az ő mondandójuk. Az Áginak akarok szót adni, mert nagyon jelentkezett. Igen, a pénteki tüntetéssel kapcsolatban az érdekel egy gyerekvédelembe, ahol iszonyú dolgok történnek, amióta van gyerekvédelem, vagy állami gondozás, hogy ott fog-e bármi változni attól, hogy ennyien kimentek az utcára, mert én azt gondolom, hogy semmi. Semmi a világom. És az ő hátukon, tehát nekem egy kicsit az rossz érzés, hogy kvázi föl van dobva egy téma,
hogy ezekről a gyerekekről beszélgetünk, miközben tudjuk mindannyian, hogy nem ezekről a gyerekekről beszélgetünk éppen. És ez engem igen. kurvára zavar. Egyébként nagyon örülök, hogy kimennek az emberek az utcára, tehát nem tudom, hogy lehet ezt a kettőt szétválasztani, és érzem az igényt, és tökre értem, és baromira drukkolok. Ez az egyik. A másik az, hogy... Én ezzel nem értek egyet amúgy. Hogy a gyerekvédelemben nem lesz. Hát, jó. Oké, én csak, mindjárt, csak hogy ez nem újjon el belőle. Nekem csak ennyi a izém, hogy tök jó lenne, igen, ez hogyha ez egy maradna. Igény. Mert az, hogy két gyereknek veszünk lakást, ettől az állami gondozás, a nevelőszülők, ha nem tudom, mik nem oldanak. Először is 220 millióról beszélgetünk, az 10 fiatal felnőttnek a... Rendes, de nem erről van szó. És a gyerekvédelemben nem az elmúlt 10 évben van szar helyzet, hanem már nagyon régóta, és igen. eddig egyik kormánynak, egyik civil szerveződésnek se sikerült megoldani a dolgokat, mert ahhoz, hogy a gyerekvédelemben valami megmozduljon, ahhoz baromi sok együtthatónak kéne a cél érdekében megmozdulni, és jó lenne, most. Hogyha ez így lenne. Tehát én rohadtul drukkolok, hogy ez látom. Legyen. Ez az egyik. A másik, amit látok, hogy mondjuk nálunk körülbelül 3 éve folyamatosan tömegtüntetések vannak minden áldott szombaton, és minden áldott hétköznap más és más csoportok tüntetnek, és ezeknek a tüntetéseknek nagyon jó szervezettsége van, nagyon jó jelszavaik vannak, baromira lehet együtt érezni velük, egyelőre semmi nem történt a politikába tőlük. Tehát az, és azt érzem Magyarországgal kapcsolatban, hogy már azt is rohadt nehéz elérni, hogy 150 ezer ember kimenjen az utcára, vagy tartósan kint legyen az utcán 50 ezer ember, és az a rossz hírem van, és azt majd biztos a Derdák is meg fogja tudni erősíteni, hogy az, hogy tüntetünk, az tök jó, de nem attól történik valami. A harmadik dolog meg, hogy amit látok, hogy a tömegtüntetésekből úgy tud elindulni valami dolog, hogy ezek a civil csoportosulásoknak a vezér alakjai, akik aztán kiválasztódnak, ők átmennek a politikába, és ilyet is láttunk már, akik átmentek a politikába, és úgy nem csináltak semmit a politikába, ahogy azt kell. És hogy ezek nekem olyan erre jó példa Milla. Nagy igyekezetembe telik, hogy ne ezt mantrázzam magamba, hanem azt, hogy ez most majd másképp lesz, ez jó lesz. Nem, én tök máshogy látom ezt az egészet, az gyerekek. Jó. Na, Andris? Az a jó, hogy másképp látjuk. Azon mennék tovább, mint a Pali felvetett a felelősség kérdésén, és mégpedig első körben annak az ezek szerint most már 200 millió fölötti összegnek a sorsán, amit ugye elkezdtek egy ember lakására gyűjteni, de hát nyilvánvalóan az emberek nem ezért a néhány ember miatt mentek ki az utcára, tehát nem ezért történt ez az egész. Ergo de nem is erről szól. Na de azt a pénzt szerintem ezért aztán nem is biztos, hogy arra kéne felhasználni, ami egy erkölcsi probléma, mert arra adták, tehát hogy ezt nem lehet másra. De ez egy komplex program, amire adták ezt a pénzt, azt majd nem tudom mennyire néztétek utána. Tehát hogy azért ott nem arról van szó, hogy itt vesznek egy lakást 10 embernek, és akkor annyi. Tehát, hogy itt az utcáról lakásban egyesületnek ment az a pénz, akiket egyébként én mellesleg rendszeresen támogatok, és ezzel foglalkoznak, és ott egy nagyon komoly szociális program állt össze azért, hogy az intézetekből kikerülő gyerekeket egyébként is visszaintegrálják. Jó, csak a probléma az nem létező, ez. Ez egy létező probléma. Létező szerinted mire kéne? Tűztek egy célt, ami a gyermek. Meg, tehát érted, ez most kellett egy olyan cél, mert amit az Ági is mond, hogy gyökereiben nem lehet a több mint nem tudom hány évtizedes gyermekabúzust, ami már fennáll a rendszerben kismillió ideje, nem lehet csirájába azt most. Azt a családba se lehet megoldani, nem, nincs hova lehet, tovább tenni az ügyet, tudod? Viszont tenni érte lehet, meg lehet lépéseket tenni, meg célokat kitűzni, ami elindít egy folyamatot. Tehát én azt gondolom, hogy tehát mindent ilyen apró lépésenként lehet elindítani, és hogyha ez tart valahova, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy most itt elindult valami, meg ugye ezzel a 3 kérdés oldallal, amit nem tudom, megnéztetek-e, hogy most rommá vegzálják a képviselőket a fiatalok, ez nekem nagyon tetszik. És a bántalmazottak oldalával kapcsolatban is, hogy egyre többen szólalnak föl, ezt szerintem embertömegek nem fogják annyiba hagyni. És lesz egy össznépi kiállás egymás mellett, ha már a rendszer nem szól bele. Úgy legyen. Kristóf, tiéd a szó. Igen. Csak kikapcsolom a kamerát, mert gyenge a netem. Tehát én értem a Júcsit, csak, és pont itt van az influencereknek a felelőssége, hogy ezt
ezt, ő akkor nekik nem politikai vonal, hanem ezt kéne képviselniük akkor innentől kezdve minden egyes adásukba, minden egyes megszólalásukba, illetve amikor látják, hogy nem 25, hanem 200 millió jön össze egy gyűjtésen, akkor ezt már nekik kell koordinálni, hogy más... Na, ez az igazi civil. Jó, hát, azért igazából nézem. Igazából ez nem, van. Tehát nem amikor... Na, ez a civil. Én ezt szeretném látni, és ez meg... De most mi is elvittük a fókuszt ebbe az irányba, de az én alapvetésem és kérdésem az, hogy van egy demokráciának nevezett valami Magyarországon, ahol minket nem az influencerek, hanem politikusok képviselnek a parlamentbe, és... Mivel látva az, hogy elégtek mellőlünk ezek az ellenzéki politikusok, és nem látom azt, hogy két év, én nem látom azt, hogy két év alatt fölépüljön egy új politikai generáció. Én csak a kétfarkú kutyapártra figyelmét például, aki elkezdett ki a Simona Zserubok amúgy etikai, igen, azért etikai értelemben a Dellákot ki kéne basznunk már a műsorból, mert politikai szint kapott. Tehát jobb, hogyha hallgatsz, tehát most is... Oké, de akkor ki fog engem képviselni? Bár igaz, én a lábammal szavaztam, tehát elég furcsa az, hogy én ilyen porszmózból belepofázok a magyar belpolitikába. Én eldöntöttem, hogy szevasz, tavasz, én elhúzok. De akkor édesanyámat ki fogja képviselni Tiszaugon? Igen, az valóban kérdés nekem is, hogy egy parlamentáris demokráciában folyamatosan, figyeljetek, egy parlamentáris demokráciában folyamatosan arról beszélni, hogy de mi nem pártok vagyunk, hanem mi influencerek vagyunk, és milyen jó, hogy nincsen pártlogó. Pár vagytok, a tény ez a múlt időjele, igen, tudod. De igen, és az Antal József azért kételmes, szegény, mert meghalt. De ez engem kifejezetten zavar, hogy egy ekkora tüntetésen arról szól mindegyik felszólalónak az második gondolata, hogy megpróbálja lehatárolni magát a politikáról, miközben igen, politikai cselekményt csinál. Gyerekeknek ez nem kell jó. Fiatalként, hogy engem egy kurva politikus képviseljen. Engem inkább akkor de képviseljenek, ki, a jól kell. Van az ígyes fiúk, és vigyenek nem, ki engem az utcára. De van egy demokrácia. Figyeljetek ide, jelenleg ott tart Magyarországon az egész politikai lófasz, hogy egyszerűen fiatal felnőttként nem tudsz mihez igazodni. Nincs már olyan, hogy parlamentáris demokrácia, tehát ne nevettessünk már, gyerekek, lehet, hogy papíron van. De akkor hát is pártokra kell szavazni. Egész egyszerűen nincs érvénye, nincs önazonossága és hitele a politikának. Viszont annak meg van hitele, amit ezek a fiatalok képviselnek, ezért volt ott ennyi ember. Muszáj, ezt most muszáj, ezen a ponton muszáj közben. Hogy meg tud változtatni egy szavazást. Engem ne a jó van, hadd mondjam el, pont ez ennél a pontnál, hogy engem ne a jó van ez így, hogy a srácok képvisel, én is szeretem őket, ne ők képviseljenek, hanem olyan attitűdű politikusok, mint a jó de van, nincsen meg ilyen egy ilyen srácok. Hát nem is lesz. De hogy? Hát ha van olyan attitűdű fiatal, mint ők, a médiába, akkor kell lennie figyelj, valahol Kristóf, olyan attitűdű fiatalnak a politikában. Amikor lesznek ilyen politikusok, bocsánat, akkor lesznek ilyen politikusok, én nekem erre van egy elméletem, és én akkor be fogok szállni én magam is a politikába, ezt halálkomolyan mondom, hogy megvárom, amíg kidöglik ez a generáció, és elviszi a koleszterin ezt a kormányt, de úgy, ahogy van, meg az ellenzéket, és én leszek körülbelül 55 éves, és szépen hazaköltözöm, addig a felnő az a generáció, akkor most ezen a ponton kéne aki kicsit, majd alakít egy új kormány, és akkor majd nem lesz meg. Normális politikus Magyarországon. Azoknak te akkor addig kurva nem öreg lesz. Leszel, Julcsi, az a baj, tudod, 55 évesen, mert ő akkor lesz 30. Még öreg, Ági. Te most hány éves vagy? 35, tökéletes. Na ugye? Szóval két példám van erre, Julcsi. Egyrészt a saját családomon belül szoktam mindig azzal érvelni, hogy amikor azt mondják, hogy... Amikor azt mondják, hogy most még ezt meg kell csinálnunk, és majd akkor, majd ha elérünk oda, akkor majd jó lesz, hogy ez nem így van, hogy az életünk nem úgy van, hogy majd ha a koleszterin elviszi, akkor odaérünk, hanem hogy ez egy folyamatos ügy, ami, tehát hogy vagy úgy éled az életedet, hogy folyamatosan kihelyezed a jövendőbe a jól léted, és majd ha elérsz odáig, akkor majd jó lesz. Ez volt Mózes módszere, és akkor 40 évig kellett menetelni, és aztán jó lett. Viccelek nyilvánvaló, de hogy szerintem az életet
élve, akkor kell jó legyen, amikor éppen elszólja magát az ember, mint az ön előbb. És a másik például pedig egy ilyen, ugye én most egy ilyen kivitelezés központú életben vagyok, és ma ide jöttek barátaink, és tök kellemesen eldumáltunk, és akkor mondta a srác, hogy akkor így kéne a szigeteléssel, meg úgy kéne. És engem tökre érdekel, hogy mit mond a szigeteléssel kapcsolatban, de nekem van egy gépésztervező, aki csinált két 20 oldalas PDF-et, amiben kiszámolta, megnézte, és tök érdekel, hogy mit mond valaki, aki erre jár, beugrik egy fél órára, iszik a boromból, vagy a kávémból, és jóba vagyok vele, és szeretem, és élvezek vele egy szobában lenni, és a társaságát. De nem tudom komolyan venni a véleményét a szigetelés ügyben addig, amíg ki nem számolja, le nem gyártja azt az anyagot, szóval amíg nem teszi bele azt, ami arra őt följogosítsa, hogy labdába rúgjon. Érted, hogy mire akarok kiukadni? Igen, de én azt gondolom, hogy ezek a fiatalok most mutatták meg. Tehát ők éppen megmutatták neked a szigetelő anyagot. Nem, ők azt mutatták meg, hogy civil oldalon, hogy kell viselkedni, és erre mutattak egy tök meg egy jó alternatívát példát. Mutattak nem, azt, a ez a haverom, aki nem is véleménye van a szigetelésről. Nem. Mutattak egy alternatívát a fiataloknak. A civil teljesen oldalon. Mindegy, a civil oldalon. Mindegy. A civil oldalon. Ági. De itt az a kérdés, igen, hogy ez az alternatívát hogyan lehet át. De hát azért láttunk már ilyen gyerekek oldalra, a világtörténelemben, hogy civil oldalról fordult meg a politika. Jelenleg ez egy ilyen fordító van, tehát bocsánat, hát azért... de a politikusból lett civil. Mert ott kell igen, egy kisebb a felelőssége. Igen, de azért van a fordítottjára is példa. De volt fordító, és ott volt a Milla, ami civil oldalból nőtte ki magát, és három év alatt milyen szépen belegyalogoltak a semmibe, illetve ott van a Momentum is, aki kvázi civil kezdeményezésből nőtte ki magát, és azt mondom, hogy ők pont három évvel ezelőtt egy olyan attitűdű fiatalok voltak, mint a jó meg jól van az így a srácok, és valamiért mégis beégtek, és én ennek keresem a gyökerét, hogy miért van az, hogy ugyanezek a fiatalok, ha politikai átlépnek mert a civil szférába, a politikai szférába, akkor leblokkolnak, és ugyanúgy beállnak a DK mellé, és ugyanúgy... Hogy én azt gondolom, hogy most jutottunk el odáig, szerintem most kapizsgáljuk a legjobban a lényeget. Ugyanis én azt gondolom, hogy amit te mondtál most példákat, hogy belegyalogoltak a semmibe mind, ez szerintem annak köszönhető, hogy olyan egyenlőtlen a küzdelem ebben az országban pártok szempontjából, erőforrás tekintetében, hogy nem tudsz mit csinálni, mint hogy a semmibe gyalogolsz bele. Tehát, hogy folyamatosan azt nyomatja neked a kormányod, hogy rajta kívül nincs életképes alternatíva. Az influencereid, akik kivisznek 150 ezer embert a térre, azok szintén ezt mondják neked. Indirekt módon azt mondják neked, hogy nincs más választásod, csak a Fidesz. És szerintem ez a probléma. De ezt indirekt módon ezt állítják, mert azt mondják, hogy nem akarok politikust. De én értem, de hát azt is lássátok már meg, hogy gyakorlatilag egy 150 ezer emberből nem gondoljátok azt, hogy lesz három olyan ember, aki mondjuk azt mondja, hogy tartok ott, nem tudom, életkorban, nem vagy lesz gondolkodásban, de, hogy én viszont beszállok majd a politikát, és én ezekkel meg ezekkel összefogok, lehet, hogy nem a tartalomgyártókkal, de simán ebből a 150 ezerből fog kinőni esetleg Ági egy új alternatíva, vagy bárki. Tehát, hogy azért ezt ne vessük el. Mikor? De hát Kristóf, mikor? Hát egyikünk se jós, de legalább most láttunk valamit, ami eddig nem volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szerintem ez kurva nagy dolog, hogy pont, hogy civil oldalon ekkora tömeg meg tudott mozdulni egy témával kapcsolatban. Nem vitás. És ez szerintem óriási Áginak... dolog, mert a politika erre jelenleg nem képes. Tehát az Áginak szeretném megadni a szót egy picit. Hogy eddig, amihez szeretnék gratulálni, az az, hogy végre megjelent a magyar civil, mert ez eddig nem volt. Mert a civil szervezet az azt jelentette eddig Magyarország, hogy különböző helyekről különböző pénzeket kaptak, nem tőled, meg tőlem általában nagy részt, hanem valamilyen másik szervezettől, akinek ez fontos volt, hogy ez legyen, és szeretett volna utána bele is pofázni, hogy mit írjál, mit mondjál, mit csináljál. Ez az egyik. Tehát tök jó. Most, ami történt Magyarországon, az az, hogy lett egy a fiatalok számára értelmet kapott az, hogy mit jelent az, hogy civilként adományozol
lehet ha egy párbeszéd, ez tök jó. Egy nagyon erős diskurzus. Viszont amikor volt egy olyan időszak, amire te már nem emlékszel, mert még nagyon fiatal vagy, még épp, hogy a Derdák is csak emlékszik rá, amikor lett egy olyan párt, amit úgy hívtak, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége, nagyon fiatalok voltak, kurvára ki voltak az öregektől, várták, hogy majd a koleszterin elviszi őket. Nagyon ígéretes volt az egész. Tédre csuhások, jelszóval. És hogy ezt külön kéne választani, tehát az tök jó, hogy van egy civil, és ez erősödik, és ez egy jó dolog, de kéne, hogy legyenek normális politikusok. Hát persze, és az a három, az lehet, hogy kevés. De közben, én azt is állítom, mert gyerekek. Azért mégiscsak Magyarországon az, hogy mit csinálsz az adóval, azt nem a civilek fogják eldönteni. De közben én azt is állítom, hogy vannak normális politikusok. Én ezt állítom. Állítom, hogy az ellenzéki pártok tagjai, illetve politikusai között nagyon sok okos, értelmes, jól működő és szakértő ember én van. Is. Egy probléma van, hogy ezeknek az embereknek a hangja nem ér el hozzád, mert a kormány... De ez meg az influencereknek a felelőssége, hogy érte, juttassák akkor el. Akkor nem elég jó politikusok, basszus, ha nem jut el hozzám. Tehát ne igazságtalan haragudjatok vagy, igazságtalan ez is a dolga. Igazságtalan vagy. Még egy szűk látókörű tapasztalat, amikor édesapám jegyzőként elhelyezkedett egy pici faluba, akkor azt gondolta, hogy ő majd, mint külsős, aki nem az iskolaigazgató, nem a pap, nem, tehát nem a falu értelmisége, ő mennyire ügyesen majd mindent megold. Hát megoldotta, hogy éjszaka föl alá járkált, és nézte, hogy kiengedi a szennyvizet bele a patakba, és azokat jól megbüntette, meg ilyen apró dolgokat meg tudott oldani, és aztán egy pár év után belátta, hogy az igazán fontos dolgokat egyáltalán nem tudja megoldani, és erről gondolom a Kristóf is tud valamit mesélni, hogy van ez, és ott csak icipicibe kell, ott 1500 emberről van szó, vagy a Kristóféknál még kevesebbről, és egyszerűen valamiért Magyarországon általában nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, olyan, mint hogyha senkinek nem lenne érdeke, hogy tisztán és világosan folyjanak a dolgok. Tehát igen, én is, mint politikus, tehát mint egy kis település polgármestereként, amikor még üzemeltem, akkor is csak én úgy tudtam bejutni a médiába, hogyha valami média hacket kitaláltam. De nem a politikusnak az a feladata, hogy én hülyeséget írjak a bocskoréknak, hogy fölhívjam a figyelmet magamra, hanem elméletileg a bocskoréknak kellett volna észrevenni, hogy itt van egy kis falu, ahol küzd egy polgármester a faluval, és próbál valamit, és akkor ők beviszik a politikába, de nagy évben szartak erre rá, hanem amikor jött egy hülyeség. Nem, hogy nincs újságírás, ez van inkább. Na de a helyet vannak az influencerek, hála Istennek. Felelősség nélkül. Hát én az ezt nem mondanám. Mert az újságíró milyen felelősséget vállal? És én ugye most például... Egy újságban azért mégis van egy, bocsánat, Kristóf, csak egy zárójel, hogy egy újságnak azért mégis van egy múltja, egy tekintély, egy megjelenése, egy szerkesztősége, egy... De hülyeségeket ír össze-vissza, és akkor sehol nem tudod számolni. Itt volt a különbség, hogy például a Veszprémi, az akkori Veszprémi naplóba, tehát ami még a békeidőben, amikor még úgy működött a megyei lap, ahogy egy megyei lapnak működnie kellett, ahol volt két ajkai tudósító, volt Tapolcán két tudósító, azok lejöttek a kis falukba, odajöttek minden polgármesterhez, és tudtunk beszélni, interjúkat készítettek, fotókat készítettek, és így bekerült minden egyes település a megyei lapok oldalára. De most ezt Budapestről egy youtuber két fővel, ezt nem tudja megoldani, hogy neki legyen sajtósa lent Ajkán, vagy Tapolcán, és hogyha olyan történik az országban, ami hírért... De hát feljöttek Ajkáról, meg Tapolcáról, gyerekek ott álltak. Jó, de most egy politikai élet felépítéséről beszélünk. Tehát nem Budapesten van az élet, hanem azért van vidéken is. Tehát ahhoz, hogy egy ellenzéki politikai garnitúra kinevelkedjen, meg hangot adjon magának, ahhoz kéne lennie egy tapolcai tudósítójának. Igen, de félreértés ne essék. Tehát én lennék, gyerekek, a legboldogabb akkor, hogyha a politika ott tartana Magyarországon, hogy lenne tényleg egy olyan politikai párt, vagy oldal, vagy nem tudom, aki képes lenne egyrészt megmozgatni ennyi embert. Egyébként a Fidesz se tud már megmozgatni ennyi embert, szerintem. De lehet, hogyha vidékről összeverbúválja, akkor még simán lehet, nem tudom. Ja, én az biztos, hát simán hogy én azért is költöztem el otthonról, mert nincsen, tehát az adómból már nincsen olyan politikus, aki számomra hiteles lenne. És lehet, hogy mondjátok azt, hogy vannak okosak, elvitathatatlan. Tényleg vannak köztük okos politikusok, igen, ahogy
ahogy a Pali is mondja, de nekem már konkrétan nem volt jövőképen pont ezért, mert azt éreztem, hogy ebben a politikai berendezkedésben én nem találok már kapaszkodót. Abba viszont tudnék kapaszkodót látni, hogy egy új generáció elkezd felnőni, aki külföldön tanulnak, azok előbb-utóbb hazajönnek, mert bennem is bennem van, hogy előbb-utóbb hazamegyek, és teljesen nem tartom kizártnak azt, hogy 10-20 év múlva, vagy x idő múlva elkezd, mert hát hiszen egyébként valahol ez az életrendje, és hogy értitek, garnitúrák jönnek, mennek. Minden garnitúrák, ennek az okát keressük, hogy Magyarországon miért van az. Amelyik meg nem. Miért van az Magyarországon, hogy pont ugyanaz történik minden garnitúrával, ami 45 óta... Igen, ez tényleg így van, de hát ki tudja, lehet, hogy majd egyszer nem így lesz. Hát a fene se tudja, nem tudjuk. Ez egy ilyen hungarikum lehet. Kristóf, milyen kis színest szeretnél? Ja nem, csak olyan, hogy mielőtt még egymás torkának esünk, akkor szerintem zárjuk le. Szerintem most már kezdünk konszolidálódni. Ez szerintem tök oké. Igen. Azért vagyunk itt, pont, nem? Tök nem kell mindenbe egyet érteni. Azt gondolom, hogy amit te mondasz, Júlcsi, hogy ez majd évek, majd ki fog alakulni, és a többi, és a többi. Én attól tartok, és azt látom az elmúlt 15 év tapasztalatából, hogy azért nem fog kialakulni, mert egyre jobban hozzászoktunk ahhoz, hogy ez egy normális állapot, hogy az ellenzék balfasz, és ezt állandóan elmondja. Igen. Mindenki de én nem akarok szemét lenni, mert nem fogjátok megérni, igen, hogy valami lesz. De. Csak befejezem, csak és befejezem. És én is öreg leszek. Csak befejezem. Tölgyesi Péter megmondta, hogy még az ő életében. Én amikor azt mondom, vagy lehet, hogy az Andis is ezt mondja, hogy amikor azt mondom, hogy nincs felelőssége ezeknek az influencereknek, akkor én mindössze azt szeretném, hogy valahogy az ő hangjuk és az ő erejük az arra koncentrálódjon, hogy ezt a rendszert javítsuk ki. Tehát, hogy, és ne engedjük el ezt a dolgot. Tehát itt parlamenti de pártok... De ez történik, srácok, ez volt a narratíva. Nem, ez volt a narratíva. Nem, azt mondják... A narratíva volt ez, de nem ez történik. Hát, dehogy nem. Azt mondják, hogy csináljunk nem. Úgy más... Akkor nézd meg a ma esti Partizán műsort, és akkor fogod látni, hogy a narratív az, hogy javítsuk meg, ezzel szemben arról ment a dilemma, hogy mekkora szar az egész. És hogy milyen bénák. Ehhez. Tehát, hogy nagyon... De milyen demagógia van abban, hogy valaki azt mondja, hogy amikor Ruf Bálint arról beszél 20 percen keresztül, hogy mennyire bénák voltak a mostani ellenzéki politikusok, nem beszéltek semmiről, mert hogy 9-en voltak, és hogy 2 óra volt, és hogy túl hosszú volt. Miért nem azt mondta Ruf Bálint, hogy bocsánat, legközelebb elmegyek, és ingyen segítek nekik összerántani ezt az egészet. Miért nem ezt mondta? Az korrekt lett volna. Miközben Ruf Bálint egyébként a szegedi polgármester politikai tanácsadója, tehát hogy ne viccél, vagy politikai igazgatója. Aki fű alatt berántották az akugyártást szépen a városba, ugye? Csak közben ti meg azt nem látjátok, hogy közben több százezer ember jelenleg is a tüntetés eseményeiről, meg a következményeiről, meg a további gyűjtésekről beszél. Én nem a 150 ezer emberről beszélek, én azokról az influencerekről, akik ezt a hólabdát elindították. Igen, és most van egy olyan szintű közbeszéd, ami titeket ezek szerint nem ér el, de most nagyon-nagyon sok százezer fiatal fogott össze, nem arról változás most. Legyen az országban. De hogy lesz ebből? De hogy lesz változás? De hogy lesz változás, akkor hogyha nem parlamenti pártok csinálják a változást? Mert azért mégis a parlamentben így van, tehát hogy nem tudsz változást elérni. Meg tudod ilyen. Szerint, igen, de Ági, azért nem gondoljátok, hogy nem fosta magát össze legalább azon az egyes összefosták magukat. Figyeljetek. Hát lehet, hogy csak csíkos lett az alsógatya, de ennyit, ez ilyen vékonyka. Majd a gyerek is mossa. Jelen pillanatban azt mondjuk, hogy holnaptól sokkal szebben kell írnunk a füzetbe. De mindenki kihangsúlyozza, hogy tollat én nem veszek a kezembe. Az kurva Isten. Akkor hogy fogsz szebben írni? De srácok, lemondott 3 ember, gyakorlatilag azért, mert elkezdett hőbörögni a nép. És aztán, úgy, hogy egynek kellett volna csak lemondani a és azt mondták, hogy jó, akkor most ezeket lemondatjuk, hogy csendben maradjon a nép. Tehát, hogy ez is nem, most nem így volt, nagyon szerintem. Sok idő után először a nép hőbörgés miatt volt. És nem az... Azért történt... Ja, és ez tényleg kurva jó, hogy lemondott az a 3 ember, abból egynek kellett volna szerintem lemondani. Jó, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy itt most a tömeg is. De nem lett jobb, hanem kaptunk, most ezzel szemben kaptunk most egy... Hát, hogy hívjuk az európai parlamenti vezetőt? Te barátod, hogy bíróságon megálljon. Tehát szeretett úgy szórakozni, hogy én régen.
fogalmazzunk így. Ennyi, Kristóf, ezt így bevallani. Hát, ez nagyon hát kellemetlen, ez nagyon kellemetlen. Magad. Hogy te is szereted, ezt a gyerek de már mint anonim mondja, és jól van. Ez nem szerettél csajozni, arra gondoltál. Ugye szerettél te is csajozni? Arra gondoltál. Minden. Meg focizni szeretett úgy. És... A másik, kapunk egy olyan köztársasági elnököt, aki egy évben egyszer, ha meg fog szólalni, és azon kívül, hogy tényleg csak aláírogat, azon kívül én nem látok benne több fantáziát. Fékek és ellensúlyok. És akkor, igen, de mennyivel lesz, de mennyivel lett ezzel jobb? Semmivel nem lesz jobb. Viszont a Pali nyert, azt megfigyeltétek az előző Árnyék podcast? Miben nyert a Pali? Ja, hogy, mert a na, múlt, de hogy a múltad el, hogy tippelt, hogy amit a feszkót. Ja. Igen, igen. Hogy... és a Pali azt mondta, hogy egy olyan lesz, akiről fingunk sincs, hogy igen. Ki az. Igen, nyertél, igen. Igen. De az, majdnem én nyertem, mert azért kerülgették a Kövér Laci bácsit. Hát, ez kizárt dolog. Az kizárt dolog. Hát azért az kerülgették, hogy lehet, de reméljük nem úgy kerülgették. Na jó. Igen, mint most már második témánk. Megszűnt az az újság. Te mennyivel jobb azért ez... Angliában, hogy itt nekem van egy király, aki megszületik, tetszik, nem tetszik. Ő a idézőjebb a köztársasági elnök, ha tetszik, ha nem tetszik, de valahol mégis ő képviseli a angol, a brit nemzet egységét, ő képviseli, de és ők ne, ő nem megy el választani, azt ne felejtsük el. Tehát a király nem megy el választani a választásokon. Hát ez rábízza népre. Mert pártatlan. Azt rábízza népre, de én annyira sajnálom a te Károlyodat, mert most kézzed, vársz 70 nem tudom hány évet arra, hogy végre oda kerülje a trónra, és azonnal kapsz egy ilyen purutya betegséget, és közben meg hát ugye azt lehet tudni, hogy hát a fiad nagyságrendekkel népszerűbb nálad. Tehát, hogy ez valami borzalmas élet lehet szegénynek. Igen. És alig várjuk, hogy újra igen, legyen koronázás. Még nem fog kipörögni az összes pénz, amit a képével nyomtatnak, és, amikor és már a fia lesz. Előbb jön ki a Star Wars-os 50p, mint a Károlyos 50p. Ez milyen ciki. Tényleg? Igen, tehát most kijött a Star Wars-os 50p, de még a Károlyos 50p még nem jött ki, ez majd az össze egy hónapul vajon ki. Hát, ha egy bizniszbe indul, szerencsétlen. Na mindegy, jó, oké, nálatok ez hát, van, több... oké. És ugye adás előtt beszélgettünk erről, akkor Izraelben azt mondta Kristóf, és ezzel nagyjából egyet értettünk, hogy ott a vallás, ami összetart. Nem, én nem értek vele egyet. Te nem értettél egyet? Jó. De... szerintem a külső ellenség az sokkal inkább összetart, mint a vallás. Hát akkor tulajdonképpen köszönjük meg a Hamasznak, hogy van. Nem csak a Hamaszról van szó, nézzél rá a térképre, tudod? Akkor magyarokat a románok szeretete tartja össze? Nem tudom, én csak Izraelről mondom, hogy a vallás is nyilván összetart, de tudod, azért izraeli állampolgárból van olyan, aki más vallás olyan is. De mi képviseli Izraelbe a nemzet egységét? Vagy ez ki? A külső ellenség sokkal inkább összeránt. Tehát az, hogy van egy fenyegetettség, egy állandó fenyegetettség van, amióta van az ország. Hát ezt az idejét próbálja egyébként eladni Magyarországgal kapcsolatban. Mármint? Hogy az honfoglalás óta van igen. Ez az állandó, vagy mindenki a igen, ezért nagyon furcsa lenne, a kassáról mondja, bombáznák mondjuk Budapestet, akkor lenne is ennek, ami... Nem, azt hiszem, hogy a Fidesz kommunikációját a tények nem zavarják össze az ő tisztállásukat, az nem. Tehát, hogy az ő... észlelésükbe kassát bombázzák. Nem kassát, kassáról Budapesten. Na mindegy, akkor mindegy. Azt. Nem mindegy. Nem mindegy. Ők szeretnék kassát bombázni. Most úgyis ezt kéne grippenünk. Neked van olyan, ilyen jellegű állatok Reykjavikban? Amiről eddig beszéltünk? Nem Reykjavikban, hanem Izlandon. Igen, én jó, nagyon. Izlandon. Inkább... kicsit másabb típusú, mint amiket mondtok, de én amúgy ezen gondolkodtam most délután, és arra jutottam, hogy egyrészt az elfek, mert hogy gyakorlatilag az elfeknek olyan kultúrája van itt, hogy útépítést megszakítanak az elfházak miatt, mert hogyha őket megzavarod, akkor életeden átjön a balszerencse. Leállítottak simán főútvonal útépítést, mert egy elfház rendszeren ment keresztül, és ebből annyira hisznek az izlandiak, hogy léteznek az elfek. Ez mi? Azt sem tudom, hogy most miről van szó. Hát az elfek csodás lények, nem igaz, hogy nem tudjátok, hogy van nekik ilyen manófülük, meg csodás lények. Okay, és de ennek ekkora kultúrája van? Ezeknek a létezésében annyira hisznek az izlandiak, hogy vannak picike elfházak, össze-vissza szétszórva Izlandon, amúgy nagyon aranyosak, kis, ilyen ekkora mini manóházak. De az kiszórta ki? Tehát ezt az izlandi emberek építik az elfeknek, hogy ne zavarják őket, hanem oda költözzenek be kis elfházakba. És volt útépítés, főútvonal, meg autópálya,
és aztán ott voltak elfázak, és megszakították, elterelték az útépítést, és a magyarok mert a hülyék, ott elfázak vannak. És a magyarok, ez az a egyik, magyarok a hülyék. A másik meg az, hogy szerintem amire nagyon büszkék, hogy vulkánok. Ebből az irgalmatlan nagy válságból, hogy gyakorlatilag ugye itt összeomlott a bankrendszertől elkezdve minden, és hogy ők ebből csináltak egy jóléti államot, és egy ilyen brutális GDP, meg elég kurva jó itt az életszínvonal, szerintem ez az, amit a nemzeti egység, hogy az izlandi ember az jól él, gazdag, mindene megvan, és hogy nyugalomban, de tényleg ez a nyugalom meg, hogy mi vagyunk az élet császárai, mert mi túl tudjuk viszelni. Ez az angoloknál is. Ezt a természeti csapásokat, a gazdasági válságot, és gyakorlatilag a pariba tudunk élni a saját mitológiai alapjainkkal úgy. Igen, nem, hanem, hogy, tehát, hogy inkább is. Ez. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen morális dolog itt. Tehát ilyen világkép, meg morális, amit a nemzeti egység. Ezt például az angoloknál is irigylem, hogy akármilyen színezetű kollégám, tehát akár balos, akár jobbos, de az hozzáállásuk, igen. Tehát az, hogy most például a Brexithez való hozzáállás is oké, tehát mind a két oldalon most az a hozzáállás, hogy oké, ezt elbasztuk, ez nem jó, de akkor hogy csináljuk, hogy ebből jól jöjjünk ki? És ez, tehát nem az, hogy akkor te vagy a hibás, és dögölj meg, te nem, hanem akkor ezt hogy hozzuk ki, és akkor amellett politizálunk, hogy te hülye vagy, te barom vagy, de hogy tegyük jobban a gazdaságot. És ezt az attitűdöt, ezt hiány. Ami a magyarokat mi tartja össze, ez szerinted? A románok elleni gyűlölet. Nem. Jaj, Kristóf! Nekem a nemzeti egységet az én miniszterelnököm jeleníti meg, tehát hogy én nagyon bízom benne, én nagyon szeretem, és hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ő van. De nálatok mondjuk Franciaországban is, hogy van ez? A franciák önképe az, hogy a franciákat azt tartja össze, hogy mi szeretünk rallálni, azt jelenti, hogy szóval így panaszkodni, meg elégedetlenkedni, meg zsörtölődni, meg tüntetni, meg ellenkezni. Ez közös akkor a magyarokba. Igen, de valahogy ez a franciákban valóban megvan. Tehát, hogy a magyarok valahogy így magukban zsörtölődnek, a franciák meg ezt kiviszik a köztérre, és folyamatosan, amikor az Ági azt mondta, hogy hát minden szompadon tüntetés volt, hát ez nálunk is volt, ugye most mi feladtuk a Montpellier-i lakásunkat, de hát ez nem egyszer volt. Hát az extrém példa az volt, amikor a harmadik emeleten a gyerek elhányta magát a könyvgáztól, mert hát annyira ezt eddig nem mesélted, András, csak azt, hogy a menza minőségéért is utcára vonultak nálatok, de azt, hogy könyvgáztól hányt a gyereked a harmadikon, erről eddig nem volt szó. Értem, hogy elmentetek vidékre. A gyerek a harmadikon. De ott a faluban nálatok vannak tüntetések? Nem, itt nincsen, de itt a végázás van. Majd lesz. Derdákék ellen. Nem, magyarok ellen. Nem, csak hogy elvarom ezt a román szállat, tehát azt úgy értem, hogy akár nézed a bal oldalt, vagy akár nézed a jobb oldalt, mindegyik mindig egyetlen egybe értenek, egyetlen egy közös nevező, hogy Romániához viszonyítjuk magunkat. Nem, szerintem most már inkább az, hogy most már irigyeljük szerintem a románokat. Szerintem az csak tehát, veled most van, Kristóf. Most már azért nem biztos rájuk, mert most már róluk is azt gondoljuk, hogy jobban érünk. De tudjátok, mi volt nekem most furcsa ebben, hogy így mindannyian megszólaltatok, hogy egyikőtök sem mondta valahogy összetartozásra, hogy a kultúra. És mondjuk mind a négy ország, ahol éltek, mind a négy országnak szerintem nagyon erős kultúrája van ilyen. Mert föl sem merül, hogy ez és nem hogy az. Nem. Tehát, hogy az nem az. Tehát föl sem merül, hogy az nem az. Tehát nem kell külön kiemelni, értem? Ezt nem kell külön kiemelni, igen. És ebben igazán a Magyarországon kurvára ki kell emelni, mert van jobb oldali kultúra, meg van bal oldali kultúra. Hát nincs közös kultúra. Szerintem van minőségi kultúra, és nem. Ott mindenki pont ugyanúgy énekli hibásan, hogy az nincs. Mert ugye, ha arrébb megy az ember Moldvába, honnan jön az a népdal, ott teljesen másképp van, és úgy van is valami értelme. Például. Egyébként pont most volt ez téma a Trec nevű közösségi fórumon, amit mi fiatalok ugyebár használunk. Ki fogom rakni innen a jócsánat. És az volt a téma, hogy mennyire elinflálta a Tóth Gabi a matyó mintát, miközben tökre szeretnénk fiatal lányok matyó mintást tudtokat hordni, mert tök menő, meg jól néz ki. És a kukárda volt a kukárdával 20 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk fiatalok.
az egyik ruhamárkának egy zsolnai kollekciója, és hogy mi lányok ezt rohadtul szeretnénk viselni, de csak annyira inflált ezt a Tóth Gabi. Ez egy hülyeség, hogy elinflálta a Tóth Gabi, mert Tóth Gabi le van szarva. De nem, mert nevetségesnek nézem hát ki benne. Tehát én nem, tehát basszus, nem mentek el a saját könyvbe mutatom. De ha százezren vagytok Matyó mintásba, akkor nyugodtan. Én régóta hát én szeretnék Andrásos mentébe járkálni, tehát. Egyébként én meg nem tudom. Nekem nem is tetszenek ezek. Ugyanezt lenyomtuk már annak idején, hogy amikor mi voltunk sokkal fiatalabbak, mint most te, Julcsi, mert volt mi is voltunk, is. Mi is voltunk akkor fiatalok, ciki igen. Volt kokárdába járni egy is. Ideig, aztán utána nem, aztán de, aztán nem, aztán de, és ez így megy ide-oda, és hogy valószínű, hogy az a megoldás, hogy az ember, ha kedve van kitűzni egy kokárdát, akkor leszarja, hogy ki hova inflálta, és azt csinálja, amihez kedve van, és akkor majd annyian jártok Matyóba, amennyien csak akartok, és akkor igen, majd... de ez közöl vala, tehát érted, nem mindegy, hogy milyen kontextusba veszed föl, tehát pont ez az, hogy kurvára nem az van, hogy már most már nem egy olyan világban élünk, vagy most nem az van Magyarországon, hogy simán felveted és leszarod, mert attól függ, hogy hol veszed föl, attól függ, hogy milyen kontextusba viseled, milyen közösségben, érted? Tehát, na hogy de azért ha belemészed a játékba, akkor te vagy a... hülye, ilyen szempontból. Nem érted. Tudsz, az a baj, hogy nem tudsz nem kedvenc. Belemenni. Én ebbe irigylem az osztrákokat, hogy ők olyan jól tudják, osztrákokat irigylem ebből a szempontból, mert ők pont ezeket a nemzeti viseleteket olyan jó pofán tudják hordani. Na, tehát, hogy, azokat hogy... a nemzeti viseleteket nem is lehet máskor máshogy hordani, mert nem borzalmasak, tehát hogy ez csak jó, pot, ez csak úgy lehet, hogy röhögsz közben magadon, tehát hogy ez egy nem, én csípem, tehát én csípem. Tehát ha látod őket ezekbe a kis vadászruhákba, meg ezekbe a kis drindlikbe, nem gondolod róluk azt, hogy fasiszták. Míg Magyarországon valaki meglátsz egy mentébe, akkor rögtön tudod, hogy az fasiszta. Tehát Ami viszont, én például mondjuk itt Izraelben nekem mondtam, nagyon náci, szimpatikus, hogy az, hogy te az izraeli zászlóhoz úgy viszonyulsz, hogy az az izraeli zászló és az neked kedves, ez teljesen független attól, hogy milyen oldalról közelítesz, vagy gazdag vagy, vagy szegény. Egyszerűen az egy olyan jelkép, ami mindenki számára egyértelmű Magyarországon. Ez ugyanaz, hogy most érted attól, hogy a másik oldal elinflálta neked a nemzeti lobogódat, vagy a bármilyen más jelképedet, az... Nagy Magyarország matrica. És ha jártatok az USA-ba, akkor láttátok, hogy ott aztán doszt minden istenverte kis város, kis lekoszlott, nem tudom, ott lóg a zászló, és az nem... Ez a nem ciki. Igen, szóval van egy nemzeti minimum, ez volt a Millának követelése, úgy emlékszem, a nemzeti minimum, meg a magyar nemzeti hip-hop, hogy van egy olyan kérdéskör, amiben nincs vita, az nem képezheti vitat egyet, és ezt is sikerült elinflálni, ha ezt a szót használod. Hát így jártunk, kérem szépen, de akkor is színes. Azt állítom, a kis színes, jöhet a kis színesed. A kis színes? Kristóf küzdelme, küzdelme a hivatalokkal. És anyósomtól kaptunk egy fotót, hogy a budakeszi önkormányzat kipostázta a budakeszi lakásunk címére, hogy adategyeztetés, mert hogy külföldön élő magyarok vagyunk, és ezért visszamenőleg be kell fizetnünk 3 évre még 270 ezer forint ingatlan adót. Azt miért? Kedves. Hát jó, első ijegységre voltunk, nézzük már meg a papírokat, és akkor látom, hogy a Rita nevén van a ház, hogy a Rita szépen bejelentettük, hogy külföldiek vagyunk, de azt Megyerre jelentettük be, mert Megyer volt az állandó lakcím, de automatikusan törölték a rendszerből minden lakcímet, így a tartózkodás helyett is, majd a Rita visszament júniusba, és bejelentette még abban az évben, hogy tartózkodási hely budakeszi. Jó, megnyugodtan fölhívom az ügyintézőt. Jó napot kívánok, hogy akkor, hát ez lenne a tényállás, hogy... És akkor mondja így nekem a csávó, de hogy ő honnan tudja, hogy a Rita visszajelentkezett budakeszire. Hát mondom, egyrészt onnan, hogy ott az okmányirodában. Hát, hogy ott nincs összefüggés. És mondom, akkor csak úgy megkérdezném, hogy akkor miért oda küldték ezt a levelet? Mert ugye az adó levelet az oda kell küldeni, ahol a tartózkodási helyed van. Hogy akkor miért nem Budapestre küldték, vagy Angliába? Miért a fő utca? És miért? És elmondja, hogy jó kérdés, igaza van. És letette a telefont, ennyi volt. Rátette a telefont? Hát így, hát nem volt már miről beszélgetni.
Igaza van. És így úsztál meg 250 ezer forint tartozás? Még nem, utána kaptunk egy levelet, hogy akkor igazoljuk, hogy 138 napot ott tartózkodik a Rita a házba. És ezt hogy igazolod? Hát ezt én is megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy igazolom, mert tegyük föl, hogyha én Olaszországba élek, tegyük föl, és beülök Marika néni kocsijába, igen, és ő elvisz engem Budakeszire, annak nincs nyoma a mozgásnak. Pontosan. Hát igen. Akkor hát mondták, hogy akkor villanyszámlákkal meg. De mondom, mi közük van hozzá, hogy én mennyit? Tehát olyan GDPR sértést. És akkor mondom, nem kéne ennek úgy szerepelnie esetleg, mert most ott tartom, hogy erről beszélgettünk, hogy az önkormányzati rendeletnek ugye van egy értelmező része, ami beleír, hogy ki az adóalanyat, pont, hogy ennek elvileg ott... De és akkor erre mondja nekem, hogy az másik telefonbeszélgetésünknél, hogy hát az adótörvényben benne van. És mondom, állj! Jó, hát nem tudta, hogy az benne van, de az a személyjövedelem adó részénél, ami egy bevallás alapú adó. Ezzel szemben a ingatlanadó, az kiveti, tehát az ki is vette az ATV, az kivette a hatája, tehát a bevallási alapú adó hatája alól. Tehát egy kicsit elveszíteni a hallgatóinkat. Egy kicsit, igen. Na mindegy, tehát akkor tartottunk egy ilyen beszélgetést. Ha valakinek problémája van az önkormányzattal, az a Kristófnál tud jelentkezni, keresse mert meg. Ilyen tanácsadással foglalkozik. Nem tanácsadással foglalkozom, csak van benne rutinom, mert engem is szivattak meg a kedves lakosok, de én nekem is föl kellett készülni, hogy mit hol nézek meg. És így akkor tudtam, mit. Most akkor írtam egy szép hosszú levelet neki, törvényi hivatkozásokkal, mindennel. Eleve visszamenőlegesség nem lehet. Az ő felelőssége, mert ő vetette ki az adót, nem én vallottam be. Tehát ő visszamenőleg ezért nem kérhet. Mert ugye ez kivetett adó, és és ő neki kell adatot, tehát ő kért volna adatszolgáltatást tőlem, akkor, és én azt nem teljesítem, akkor jogos. De Kristóf, amúgy hogy kellett volna ténylegesen, erre kaptál valami választ? Hogy kell igazolnod? Arról van egy, amúgy a földtörvény ez pontosan szabályozza, mert ahhoz, hogy te vegyél... Megőrülök. Jézus. Nem, ahhoz, hogy te vegyél termőföldet, ahhoz neked helyben lakást igazolnod kell. De jó, de hogyan? Azt számlákat tud igazolni. Úristen. De azt neked előre föl kell hívni a figyelmet a jegyzőnek, amikor te bemész a jegyzőhöz, és kérsz egy igazolást a jegyzőtől, akkor te már eleve úgy mész be, hogy ezek alapján, az adatok alapján kérsz egy igazolást, hogy ő szerinte ezek alapján, az adatok alapján te helyben lakónak számítasz-e, és akkor leteszed a kis számlácskáidat, hogy te itt ezt vetted, így ennyi villanyt fizetsz, ennyi köbméter vizet fogyasztasz, azt ott te szolgáltatod az adatot, és ez az adatok alapján kérsz te tőle egy igazolást. Nem az van, hogy a jegyző azt mondja, hogy neked fürdened kell, tehát hogy tegyük fel, most 2 köbméter átlagot fizetünk, és lehet, hogy erre azt mondják, hogy ez kevés. Miért? És ha nem szeretek fürdeni, akkor mi van? Látod, mennyivel egyszerűbb egy olyan országba és jönni, ahova csak repülővel tudsz megérkezni. De most tényleg ugyanez volt, most ugye Angliában én most vallottam be az adót, és most fizettem ki, és mivel jó volt a bót, így most kéne adóelőleget fizetnem. Csak ugye változott a szerződés miatt nekem most egy másik adós, mindegy. Tehát most az alapján meg nem akarok adóelőleget fizetni, és írtam egy 2 soros levelet, hogy nem szeretnék adóelőleget fizetni, mert ez meg ez változott. 2 nap múlva megjött a válasz, hogy akkor nem kell. Ennyi. Na jó, de hát gazdagok lemondhatnak róla. Ez túl egyszerű. Na jó, van baszki, de ez nem ez a normális? Na de Kristóf, de ezért nem az, hogy inkasszó meg... valamit, nem? Hogy ne legyen ilyen egyszerű, mert szereted ezt a rezgés számot, ami van a Magyar Ügyintézésben, és ha elveszted ezt a Budakeszi ingatlant. Hogy ugye ő nekik az a papír van meg, hogy van egy angol cím, és hogy végképp megkavarjuk a VIX-et, még bedobtam így kártyaként, hogy de hát én most azért nem fizetek, vagy azért fizetek Olaszországban ingatlanadót, mert nem az az elsődleges lakcímem. Ez tény. És azt is mellékelem most az adó fizetést, tehát ott most elképzelem az ügyintézet, hogy nézi, mert nem hallgatja a podcastet, tehát hogy nézi ezeket. Majd elküldjük neki. Hogy akkor most az Olaszország, ez most hogy a faszomban került ide. És ugye ott még az olaszoknál még az is lehet, nem, hogy miután uniós ország, és ott fizetsz valami ilyet, vagy ez a hülyeség? Hogy akkor itt nem, az egész csak arról, azért kevartuk bele Olaszországot, mert hogy ezt az utazást tudja mondani, hogy
Aha, meg hát dicsekedni akartál, hogy neked milyen ingatlan portfóliód van Európában. Hogy jó? Nem, az, hogy a mozgást én nem vagyok köteles el, csak mondom. Tehát, hogy most az, hogy tartsa meg az autópályamatricát 2021-re, mert arra visszamenőleg kérik. Tehát 2021-re kérik tőlem a számlákat. De sokkal egyszerűbben szokták, mert megkérdezik a szomszédot, hogy hány napot volt ott a Rita, és pontosan bemondja Mari néni, hidd el. Hát a szomszédot megkérdezik, pontosan anyósom bemondaná. Igen, hogy... anyósod, jó, most nem akartam ezt így ilyen benfentesnek lenni, hogy tudom, hogy anyósod a szomszédotok, de hogy na, értetted. Na jó, fiatalok, én azt javaslom, hogy ilyen jó kis pezsgő adás után most térjünk nyugovóra, illetve hagyjuk el a mi hallgatóinkat. És még egyet az Andi is akar gyorsan. De tudod, mit akarok még mondani? Na. Hogy a köztársasági elnök szerepe az mennyire fontos, meg a műsorvezetője. Hogy különben elkarázodnak a dolgok. Hogyha igen, a köztársasági elnök nem áll a sarkára, és nem képviseli a nemzet egységét, akkor a nemzet... Be fogok szerezni egy... Igen, hogy te képviselnéd az adás egységét, tehát kérlek... Az a baj, nem tudok viszont, hogy mi az, amiben mindannyian egyetértettünk a mai adásba, azaz, hogy az ellenzéki politikusok is alkalmatlanok, meg a kormánypárti politikusok is alkalmatlanok Magyarországon, tehát nem. Ez egy közös zajza. Ez nem igaz, én nem értek ezzel egyet. Én jó, azt Pali, gondolom, rajtad kívül, hogy aki a kormánypolitikusok közül szerintem, a kormánypolitikusok közül szerintem az én kedvenc miniszterelnökön túl, ami ugye megkérdőjelezhetetlen, szerintem Rogán Antal. De tudod, hogy mondja Vörös Sándornak ez a verse, hogy a Pisti hülye, a Júlcsi hülye, a Jancsi hülye, csak én vagyok okos, nekem még a... Igen. Na, de Palit nem hagytátok megint elmondani. Hát nem szokták hagyni, de hát mindegy, hát ezért én... Hát ez hányom a szemére, pont. Igen, hát jó. Én azt mondom, hogy én szerintem a miniszterelnökön kívül Rogán Antal elképesztően jól dolgozik, tehát hogy valami fantasztikus, még annak ellenére is, hogy ez nekem a legkárosabb dolog a világon, de mindegy. És az ellenzéki politikusok közül is föltoksolni legalább 8-at, akiről azt gondolom, hogy szuperintelligens és fantasztikus arc, és nagyon jól csinálja azt, amit csinál. De és akkor nem csak a Hatházit akarom mondani, vagy nem tudom, nem csak a Jámbor Andrist, vagy a nem tudom, tehát egy csomó-csomó olyan embert tudok mondani, akik a maguk területén iszonyú melót tesznek bele abban, amit csinálnak. A Jámbor Andris az jogos. Igen, csak nem vesszük észre, azt gondolom. És ez attól független egyébként, hogy mit gondolok a Jámbor Andris szikramozgalmáról, vagy bárki mit gondol róla, attól független, hogy gondolok a hatházi egyéb politikai tevékenységéről, de az, hogy iszonyú tempóban dolgoznak, azt nehéz elvitatni, és ezt tudom mondani egyébként a Deldák Andris pártelnökére is. Tehát, hogy a Kovács Gergőre, a két falkú kutyapárban. Azért az normális, szóval, nem, hogy az embernek van egy munkája, és azt mondjuk szorgalmasan megcsinálja. Igen. Tehát én ettől nem tudok hivatása. Hasra esni, baszki, az igen, van. De az igazságtalan, hogyha azt mondjuk, hogy egy kalapban minden. Az a minimum. Hülye. Ez nem igaz. Na ebbe igaza van a Palinak, az, hogy például a hóhérok is szerintem tökéletesen végzik a munkájukat, mégse szeretjük őket. Na, akkor legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor mondom a kedves hallgatóknak, hogy lehet jönni az Árnyék Podcast közösség Facebook csopiba, és ott lehet tovább vitatkozni erről az egészről. Ja, kis színesként hallgassák meg az utolsó Bezzeg a svédeket. Semmi értelme. Igen, mindenképpen Bezzeg a svédek, kezeket a paplan fölé érjenek a csajok, ugye, ahogy Fábri Sándor mondta annak idején. És hogyha van egy kis pénzetek, akkor egy kávéárat legalább dobjátok be nekünk a Patreonba, és Vegyétek meg a Julcsi verses kötetét mindenképpen. Ne, mert még nem lehet, de majd rendeljétek elő, mert nagyon jó. És amikor látjátok, hogy kalocsai ruhába fotózkodik, akkor már megvan. Így van, akkor meg lehet venni. És az a baj, hogy nem hallgassatok Bezzeg a svédet is, és esetleg, ha van kedvetek, nézzétek meg a Kállai Molnár Péter interjúját a kedves feleségemnek, mert szerintem egy nagyon szerethető csávú képe rajzolódik ki abból az interjúból, és ezt a Patreon érhetitek el szintén. De nagyjából ennyit akartam én elmondani. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók. És szavaztok. Csók. Pacsi. Szavaztok. Na. Egyébként jó volt ez a vita, jó volt. De arra tényleg ki kéne találnunk valamit, ezt most komolyan mondom nektek.